első murva verseny azért ezzel az autóval, meg igazából alapból nem mentem sokat, úgyhogy nem érzem teljesen a magaménak ezt a talajt. Teszteltünk azért vele egy ilyen közel 100 km, de közel nem érzem azt, hogy ultra extra gyors lennék az autóval. Szépen közlekedtünk 50-nel az egyik faluba, talán Söptén, és a rendőr kiugrott elénk, megállított, aztán beszéltél 3-4 percen keresztül, mondtuk neki, hogy sietnénk, mert időre vagyunk, de nem akart belőle engedni. Aztán utána próbáltunk azért sietni az etapon, amennyire tudtunk, de sajnos kikéstünk az első gyorsnak a rajtjából. És ez miatt kaptuk ezt a 10 másodpercet, amit most adunk be azért egy kérvényt, és remélem, hogy jóvá írják, mert ez igazából nem a mi hibánkból történt ez a késés, akkor elég jól állunk úgy. Mai nap, ez a reggel, ez a sár, hát itt nagyon rosszul gumiztunk, ugye semmi tapasztalatom nincsen. Fel is raktunk egy nagyon rossz választást, ezzel nagyon sokat kaptunk az első körben egyből. Volt is egy kalandunk, ott vashosszú falon tolatni kellett, becsúsztunk vagy 30 métert az erdőbe, de nem sérült semmi, csak egy ilyen úton tovább mentünk. Igazából összességében amúgy nagyon elégedettek lehetünk, mert harmadikok lettünk. A verseny előtt ezt aláírtam volna az első murvás versenyem előtt ezzel az autóval. Igazából örülünk, most egy kicsit elfáradtam már azért így a végére, keveset tudtunk aludni az este. Nagyon sok zűr volt velünk, büntetések, hada volt tegnap, igazából amik el is lettek törölve, mert igazunk volt. Az miatt azért sokat stresszeltünk, ez kicsit elfárasztott minket, de itt vagyunk, örülünk. Nehéz volt ez a második nap a sárba menni, amúgy ez nem volt egy egyszerű feladat, de szerencsére megoldottuk, és karcmentes az autó. Mi is egyben vagyunk, úgyhogy ez a lényeg.